Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Szabad Polc legújabb adása, a mikrofonok mögött üdvözlöm Ákost. Sziasztok! Ádámot. Sziasztok! És én pedig Alex volnék, és hát nagyon, nagy, nagyon, nagyon, jó bejelenteni valónk van, ugyanis meghallgatásra leltek szavaink, és elküldtek emberek nekünk novellákat, úgyhogy a következő három polc részben hallgatói novellákat fogunk nektek elemezni, és illetve a hallgatóinktól hallhatjátok majd ezeket a novellákat felolvasva. És hát a, aki a sort kezdi, és aki már talán hát igen, szóval valójában régebben küldte már be a novelláját, úgyhogy ezért is töredelmesen sajnáljuk, hogy ilyen későn beszélünk róla, de reméljük, hogy így is tetszeni fog. Ez Szegedi László által ajánlott novella Robert Shackley-től, az, az a bizonyos három kívánság címmel, és amit nagyon fontos megjegyezni, hogy, hogy Lacival már találkozhattatok a, a, csatornánkon is, ugyanis mi voltunk voltunk nála vendégségben, ő a dalpiszkáló Podcastnak a vezetője, és múltkor mi James Bondos betétdalokról beszélgettünk vele. Úgyhogy az ő tolmácsolásában fogjátok hallani Robert Shackley novelláját, és azután pedig mi fogunk beszélgetni róla, és elemezzük a novellának a, az állításait, gondolatait. Úgyhogy hallgassátok meg a novellát, jó szórakozást hozzá! Robert Shackley az a bizonyos három kívánság. Az idegen felemelte poharát. A helyes döntésekre. Egészségünkre felelte Nelson Silver Smith. Ünnepélyesen felhörpintették Orange julius -ukat. Odakint a nyolcadik utcán lustán hömpölygött az autók folyama kelet felé, ahol a Washington sugárút várta őket. Silver Smith csámcsongva rágta csilis vírslét. Most bizonyára azt gondolja, hogy őrült vagyok, kezdte újra az idegen. Nem gondolok semmit, vonogatta a vállát Silver Smith. Helyes, helyes. A nevem Terence meginnisz. Jöjjön, megkívom egy normális italra. Miért is ne felelte Silver Smith? Húsz perccel később már Joe Mangeri kagylóbár és sörözőjében ültek, vörös, repedezett műanyag székeken, és szórakozottan tárgyaltak a világ dolgairól, ahogy ez két idegentől várható egy enyhe, fáradt októberi délután. Meginnis alacsony, vörös képű fickó volt, és elég forán festett élénk taglejtéseivel és bolyhost herisztvíd öltönyével. Silver Smith, mintha csak az ellentétele lett volna, hogy ott ült nyurgán, szomorkás arcával, hosszú, vékony ujjaival. Nos, vágott bele Meginnis hirtelen, eleget fecsettünk, lenne egy ajánlatom a számára. Halljuk felelte a Smith nyugodtan. Sok mindent látott és hallott már élete 32 éve alatt a New Jersey belvárosi dzsungelben. A helyzet a következő. Egy igen komoly szervezetet képviselek, akik természetesen szeretnének névtelenek maradni. Az ajánlatunk rendkívül előnyös és egyszerű. Teljesítjük három kérését teljesen ingyen, minden kötelezettség nélkül. Nevezzem meg három dolgot, és én megpróbálom megszerezni önnek, persze, ha módomban áll. És nekem mit kell tennem cserébe? Semmit a világon, csak dőljön hátra és élvezze az életet. Három kérés, mormogta Silversmith tűnődve. Úgy érti, három kívánság? Nos, igen, nevezhetjük úgy is. A kívánságokat csak a tündérek szokták teljesíteni. Nem vagyok tündér, mondta megénész határozottan. Mégis teljesíti a kívánságaimat? Igen. Egy átlagos ember vagyok, és kívánságokat teljesítek. Én pedig, kezdte Smith, egy átlagos ember vagyok, és kívánságaim vannak. Először is azt szeretném, ha lenne egy remek hifi tornyom, hatalmas hangszóróka meg a szokásos. Maga határozott egy fickó, mondta meg én Azt várta, hogy meglepődöm majd? Vagy éppen kételkedik, aggodalmaskodik, de talán ellenséges lesz. Az emberek általában gyanakvóan fogadják az efféle ajánlatokat. Az egyedüli dolog, amit az egyetemen megtanultam, mondta Silver Smith, az volt, hogy ne kételkedjek fölöslegesen. Sok ügyfele van? Jelenleg ön az egyetlen. Az emberek általában egyszerűen nem hiszik el, hogy az ilyesmi egyáltalán lehetséges. A kétkedés nem éppen a legalkalmasabb hozzáállás a Heisenbergi fizika korában. Mióta a Scientific American-ben azt olvastam, hogy a pozitron tulajdonképpen egy elektron, ami visszafelé halad az időben, én már mindent elhiszek. Rendben. Most arra kérem, adja meg a címét. Majd jelentkezem. Három nappal később megint is felkapaszkodott Silver ötödik emeleti lakásába, egy hatalmas csomagot cipelt őrülten izzadva. Az öltönye úgy bűzlött, mint egy túlhajszolt teve. Micsoda nap, panaszkodott. Átkutattam egész Long Islandet ezért a cuccért. Hova rakhatom? Oda pont jó lesz, felett a Smith. És mi lesz a hangszórókkal? délután hozom. Gondolkodott már a második kívánságán? Igen, egy tűzpiros ferrari -t szeretnék. Kívánság a számomra parancs, mosolygott megint itt. Mondja, nem tűnik ez az egész hihetetlennek? Ilyen gondjaim nincsenek. Ahogy a buddhisták mondanák, Ebből áll az élet. A Ferrari-ból valami újabb modellt szerezni? Azt hiszem, tudok keríteni egy vadonat újat, felelte Megginis, kompresszorra és valódi diófa műszerfallal. Ön kezd bámulatba ejteni. Hol fogok parkolni vele? Ez már az ön gondja, indult Megginis. Vizlát! Silversmith szórakozottan intett utána, és neki látott, hogy kibontsa a csomagot. Aztán megint is kerített az ügyfélének egy tágas, pecsitéri lakást, ami havonta mindössze 102 78 dollár 78 centbe került a rezsivel együtt, persze. A kulcsokkal együtt öt ráadás kívánságot is átadott Silversmithnek. Ez tényleg megteheti, kérdezte Silver Smith. nem kerül bajba a cégnél? Ó, ne aggódjon, ön remek ügyfél. A vágyai nagyra törőek, de nem bűnösek. Érdekesek, de nem hihetetlenek. Vannak, akik palotákat kérnek rabszolgákkal és háremet tele szépségkirálynőkkel. Gondolom, az már túlzás, mi? Á, nem, meg tudom szerezni, ha kell. Csak aztán az ügyfélnek lesznek vele gondjai. Egyszer odarítján tette New York közepére egy 40 hektáros területre egy cári palota pontos mását, aztán már másnap úgy körülvették a pasast az adóellenőrök, mint valami háborús bűnöst aztán magyarázkodhatod, hogy hogyan spórolt össze egy palotára valóta a heti 125 dollárjából, amit programozóként keresett. Az adóhivatal aztán persze felállított egy jó kis elméletet. Mit? Azt, hogy biztos a maffia kifutó fiúja. és hogy tudja, hogy hol ásták el annak a kráter nevű bírónak a holtestét. De ugye nem volt semmilyen bizonyítékuk? Persze, hogy nem. De azóta az FBI még a WC-n is figyeli. Nem valami bíztató, mondta Silver Smith, és komolyan átgondolta a terveit. Igazán jó ügyfelünk volt, uram, mondta Meginész két héttel később. Bónuszként ma fogadjon el egy Crace Craft yachtot. 15 méter hosszú, természetesen teljes felszereléssel. Hova vihetjük? Csak köszönek ki vele a Nassaui dokkomban felett a Silver Smith, és köszönöm. Még egy ráadás, mondta Meginész három nap múlva. Tíz kívánság ingyen feltételek nélkül. Az már összesen 18 felhasználatlan kívánság ingatta a fejét Silver Smith. Talán valaki másnak kéne felajánlania őket. Ugyan már nagyon elégedettek vagyunk önnel. Hol a csapda? kérdezte Silver Smith, miközben a brokátokat piszkálta anyagkendőjén. Ez már egy hónappal és 14 kívánsággal később történt. Meginniszel a francia riviérán lévő birtokán, a kerti nyugágyakon heverésztek. A háttérben egy vonós négyes játszott nagyon lágyan. Silver Smith egy negrónit kortyolgatott meginnisz, aki még hajszoltabban nézett ki, mint általában viszkicódában. Nos, nevezhetjük éppen csapdának is vallott ebben meginnisz, de ez nem a féle csapda, amire ön gondol. Hát milyen? Tudja jól, hogy erről nem beszélhetek. Talán el kell adnom magának a lelkem, és a pokolba kerülök? én ízből kirobbant a nevetés. De hogy emiatt igazán nem kell aggódnia. De most bocsásson meg, Damaszkuszban lesz egy megbeszélésem az arab csődőrel kapcsolatban, amit kért. Ja, és még öt bónusz kívánságát is teljesítjük a héten. Két hónappal később Silversmith egyedül feküdt királyi méretű ágyában a 18 szobás római lakásában. A hastáncos lányokat épp az imént küldte el, és kedvetlenül gondolkodott, még mindig volt 27 felhasználatlan kívánsága, és egyszerűen nem akart már semmit. Ráadásul boldog sem volt. Sóhajtott és a poharáért nyúlt, ami mindig az éjjeli szekrényén át a vízzel. Üres volt. Tíz inös és még egy nyomorult poharat sem tudnak megtölteni, motyogta. Kiszállt az ágyból, áttámolygott a szobán, csengetett az inasoknak, aztán visszabújt az ágyba. Három percig és 38 másodpercig tartott, még a komornyik helyettese besietett a szobában, legalábbis Silver Smith Rolex Oyster órája szerint, amelynek a hátlapja egyetlen óriási borostyámból volt kifaragott. Silver Smith a pohára mutatott, az inas meretten leesett állal A Üres, kiáltott fel, pedig világosan megmondtam a szobalánynak. Francba a franc kifogásokkal vágott közbe Silver Smith. Valakit páros lábbal fogok kirúgni. Igen, uram, felelt a konyik helyettes. Az ágy mögé épített hűtőhöz sietett, kinyitotta és kivett egy üveg vizet, egy tálcára tette, előkapott egy hófehér kendőt, széthajtogatta és a karjára terített kiválasztott a hűtőből egy poharat, megvizsgálta, hogy tiszta, aztán választott egy másikat, és megtörölte. Gyerünk, gyerünk, sörgette Silver Smith dühösen. A kornyék helyettes gyorsan átfogta az üveget a kendővel, és óvatosan nehogy egy csepp is kárba vesszen, teletöltötte a poharat. Az üveget visszatette a hűtőbe, a poharat pedig átnyújtott a Silver A művelet összesen 12 perc 43 másodpercig tartott. Silver Smith visszafeküdt az ágyába, a szódát kortyolgatta, és azon tűnődött, mennyire csalfa a boldogság és a megelégedettség. Az egész világ a lábai előtt hevelt. És ennek ellenére, vagy talán épp ezért, már hetek óta unatkozott. Átkozottul igazságtalannak tűnt, hogy a világon minden megkaphat, amit csak akar, de nem talál benne semmi örömet. Hiszen az élet egy óriási csalódás volt, és a legjobb, amit ajánlani tudott, sem volt elég jó. A sült kacsa sosem volt olyan ropogós, mint a reklámban. És a medencevize egy picit mindig melegebb vagy hidegebb volt a kelleténél. Na és mennyire csalók a minőség utáni hajsza? Tíz dollárért, de egész jó sztéket lehet kapni. Százért? Egy csodálatos bélszín szeletet. Ezerért pedig egy kiló kobe húst, amit szent szüzek simogattak. És hozzá még a világ legjobb szakácsát, és aki majd elkészíti. Ez mind tényleg nagyon szép és jó, de nem ezer dollárért. Minél többe kerül, annál kevésbé közelíti meg annak a téknek az eszenciáját, amit az úr és angyalai esznek rendes évi konferenciájuk után. Vagy vegyük a nőket. Silversmith kipróbálta már a föld legmámorítóbb hölgyeit külön-külön és egyszerre is, de talán éppen ezért semmilyen emlékezetes élmény nem maradt meg benne. Az étvágya túl gyorsan elszállt a buján bujánrengő hús mindent elsöprő áradatában, amiről megint gondoskodott. Az ismeretlen nők testének vibráló érintése viszkető érzésé vált csupán, a sok ismeretlen lélek smirglie eltörpült Silver Smith kéletlen, kelletlen gazdagodása mellett. Visszagondolt háreme eddigi hölgyeire, és a nők egyénisége csak annyira rém lett föl benne, mint mondjuk egy fagylalt gyermekkorában. Halványan emlékezett arra Miss Universe győztes lányra, akinek göndörhajából mindig átható cigaretta szagárat. Vagy ott volt az a Sin Islandi, Georgia beli búvároktató nő fekete nedves gumiruhájában, aki mindig a lehető legrosszabbkor fújt hatalmas rózsaszínű lufita rágójából de a többiek beleolvadtak valami álomszerű képrekénybe, amiben össze-vissza kavarogtak izzadó combok és hullámzó keblek, festett mosolyok és büszke ajkak, és persze az emberiség legősibb torna gyakorlatának ritmikus mozdulatai. A legjobb közülük mégis az a három kambocsai táncoslány volt a bőrük barna, a szemük csak úgy villogott, kezük, lábuk gyenge és vékony, mellük pedig kemény, mint az illatos datoja de ők sem tudták túl sokáig elszórakoztatni. Igaz, azért a közelben tartotta őket, hogy éjjelente Bridgetzen velük. Még egyet kortyolt a szódából, és pohara ki is örült. Rossz kedvűen feltápászkodott az ágyból, és a személyzeti csengőhöz ment. Felemelte az ujját, hogy megnyomja a csengőt. És akkor rájött, olyan világosan látta, mintha csak egy egymillió wattos villanykörte gyulladt volna ki a fejében. És már tudta, mit kell tennie. Megint Meginnis tíz nap múlva talált rá egy lerobbant szállodában a tizedik sugárút és a 41-es utca sarkán. Kopogott és benyitott koszos bádok falú méreg zöldre festett szoba volt. A százszor használt rovarírtó szaga összekeveredett a csótány generációk ezreinek otthonos illatával. Silversmith egy vaságyon ült, amelyre egy olivazöld pokróc volt terítve, és éppen keresztrejtényt fejtett. De erősen viccentett meg én Nos, kezdtem megint Ha befejezte a nyomor negyedben tett látogatását, megszereztem egy csomó mindent a 43. és a 44. kívánságához, és még amit a 45.hez összetudtam össze tudtam szedni. Melyik házába szállítsuk? Nem kellenek, a Silversmith. Nem kellenek? Nem bizony. Megint is rágyújtott egy cigarettára, elgondolkodva szívta egy darabig aztán megszólalt. Vajon tényleg Silver Smith áll előttem? A híres az Az ismert sztoikus bölcs, a taoista filozófus maga az élő buddha elege lett a világi javakból? Higgyen nekem, sosem fog sikerülni. Ez csak a gazdagok tipikus depressziója. Csak pár hétig vagy hónapig fog tartani, mint a többieknek. Egy nap a barna is hihetetlenül undorító lesz majd, a zsák ruha pedig kékezdi az ekcémáját. Aztán jön egy kis észszerű gondolkodás, és azon kapja majd magát, hogy Benedikt tojást reggelizik a szárdinál, és a barátainak meséli, hogy milyen értékes tapasztalat volt. Talán igaza van, felelt a Smith. Akkor meg mire várunk? Túl sok fecitit vágott be hirtelen, és feltarult a vér az erejében. Pihennie kéne. Az egy kellemes kis faházat a Kilimanjaro déli lejtőjén. Nem, felelt a Szilvasmus. Talán valami spirituálisabbra vágyik. Ismerek egy gurut, nem kell. Kezd elkeseríteni, sőt, meg is sért. Silversmith mit akar tulajdonképpen? Boldog akarok lenni, mondta Silver Smith. De rájöttem, hogy attól, hogy van egy csomó mindenem, még nem leszek boldog. Szóval a szegénységet választja? Nem. Attól se leszek boldog, ha semmim sincs. Hát jó, mondta meg úgy tűnik bezárult a kör. Azt hiszem van valami, mondta Szilveszmit, de nem tudom, mit fog szólni hozzá. Igen, mi az? Csatlakozni akarok magukhoz. Meginnis leült az ágyra. Csatlakozni akar hozzá. Bárki is maguk folytatta Szilvőszer. Be akarok lépni. Miért döntött így, kérdezte meg Észrevettem, hogy maga sokkal boldogabb, mint én. Nem tudom, miféle disznóság ez meginnész, és komoly fenntartásaim vannak a cégével kapcsolatban. De be akarok lépni. Feladja a megmaradt kívánságait, és minden mást is csak ezért? Bármibe is kerüljön felett a Silver Smith határozottan. Oké, okay, mondta meginnisz, fel van véve. Tényleg? Ez nagyszerű. Kinek az életét tesszük tönkre először? Ó, oh, mi egyáltalán nem az a cég vagyunk mondta meginnisz mosolyogva. Az emberek néha összekeverik a kettőt. Nem is tudom miért, de jöjjön, aminek jönnie kell. Maga nekünk adta mindenét, amilyet csak volt Silver Smith? És ezt nem kivételezésért vagy jutalomért tette, hanem csak azért, mert egyszerűen csak szolgálni akart. Értékeljük a gesztust, Silversmith! Isten hozta a Menyországban! Rózsaszín felhővette őket körül, és Silversmith meglátott egy hatalmas, igazgyöngyökkel díszített ezüst kaput. Hé, kiáltott, ez csalás! Maga átvert engem, megint vagy akárki is maga. A másik cég már olyan régen csinálja meg meginisz. Arra gondoltunk, mi is kipróbáljuk. A hatalmas kapu kitárult. Silversmith benézett, és látta, hogy éppen kínai bankettet tartanak, ahol lányok is vannak, és úgy tűnt néhány vendég füves cigit szív. Nem mintha panaszkodnék, mondta Silversmith. Robert Shackley, az a bizonyos három kívánság című 1977-es novelláját fordította és felolvasta Szegedi László. A magyar változat az Átjáró magazin 2003. áprilisi számában jelent meg. Rendben, akkor most, hogy vége a novellának, elkezdhetjük a beszélgetést róla. Uh, igazából talán az első kérdésem, így magam felé is, mert ugye én se uh, olvastam ezelőtt, hogy hogy így uh, menjünk így körbe, hogy kinek hogy tetszett, volt az első ilyen megélése a novella kapcsán, uh, akárki kezdheti. Én szívesen elkezdem, én azt hiszem, hogy uh, így uh, nekem így a végére egészen megtetszett a novella, eleinte nem annyira tudtam hova tenni, így sok ilyen, három kívánságos mese és történet van, ami valahogy mindig ugyanoda fut ki, és szerintem ez így okosan forgatta ki ezt a toposzt, hogyha ezt lehet így kiforgatásnak mondani, illetve így az a, az a gondolat merült fel bennem, hogy ez egy milyen jó teszt egy embernek, hogy így ilyen korlátlan hatalmat adsz neki, vagy így korlátlan lehetőséget, és akkor így megláthatod, hogy a felső 20% vagy az alsó 20% az, amerre elindul. Úgyhogy szerintem ez egy tök, tök jó ötletű novella, úgyhogy örülök, hogy erről most beszélni fogunk. Bennem most még nagyon friss az élmény, mert így konkrétan, így egy fél órája hallgattam meg, szóval még dolgoznak bennem a benyomások. Nekem amúgy nem tetszett a novella, és uh, itt csatlakoznék Ákosnak a felvetéséhez, hogy, hogy ez a három kívánság, kívánjunk valamit, ez egy ilyen klasszikus mesei jellem, vagy novellai jellem, ami így uh, vissza tud térni, és én már az elejétől fogva azt vártam, hogy na, na igen, de hogy akkor hova fogunk kifutni ezzel, mert uh, nyilvánvalóan én is azon gondolkodtam, hogy hát a végén tudott, kiderül, hogy amúgy ezek a kívánságok hogy nem jók, és uh, igazából maga a főszereplés ugye gyakran felteszi, hogy itt valami turpiságnak kell lenni a dologban, mert hogy ezek így, így ingyen nincsenek és, és hát nagyon érdekes következtetéseket lehet ebből így, 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 levon, így röviden ennyi. Igen, hasonlókat gondolok, nekem külön tetszett, hogy végül, a, végül valahogy csak meg lett említve a, a buddhizmus, meg a buddhizmusnak a gondolata így végig, már, a, már amikor már így, így, kiderült, hogy így mi lesz így az irány ennek az egésznek, akkor ezen gondolkodtam, hogy itt, itt akkor most le fogunk számolni ezzel a, az egész gondolattal, hogy, hogy lehet megvilágosodni, vagy hogy, hogy, hogy vajon a lehetőségek végtelensége, vagy pont a választott nyomor, vagy hogy így mi a, mi, a, mi a, megoldás, és nekem tök tetszik, hogy a novella végül is egyik mellett se tudja letenni a voksot, tehát hogy az ember, aki a végtelen lehetőséggel bírt, utána, utána hiába gyakorolja a lemondást, aztán igazából az sem lesz neki autentikus. Egy nagyon érdekes, nagyon érdekes kicsengésű novella, és kicsit így rávilágít az embernek a, a természetére, talán, vagy az ember limitációira. Én kíváncsi vagyok, hogy, hogy mikra a itt beszélgetni. Én, én azon gondolkodtam, hogy hogy a novellának az az állítása, hogy ha minden igaz, akkor az anyagi javak azok nem tehetnek boldoggá, vagy lehet, hogy nem is ez az állítás, hogy az anyagi javak nem tehetnek boldoggá, hanem az, hogy ha te munkanélkül jutsz hozzá ezekhez az anyagi javakhoz, talán itt ez én lehet. Nem, én, én, nem, én nem ezt éreztem, hogy nem, nem itt, itt igazából az egész novellának a, a kifutása az, hogy igazából csak a a szolgálat tehet boldoggá. -e? Hmm. Aha, mert hogy, mert, hogy, mert, hogy itt, itt, konkrétan van az a részem, amikor ugye tehát eléri az anyagi javok tetejét, majd utána után lemond mindenről, de ott megint csak elmondja, hogy igazából most se érzi magát boldogan, és, és hogy így igazából nem ezen, tehát a tengelyjel van a baj, szóval nem ezen a tengelyen kell keresnünk a boldogságot, uh -huh. de közben meg egy nagyon, éles váltás számomra az a megoldás, amit a novella kínál, és nem feltétlenül érzem megalapozottnak az, hogy miért lesz ez a megoldás. Szerintem először nem ezen a sávon gondolkodtam, hanem nemrég a Peterson volt a Joe Rogan podcastben, ami sokaknak nagyon nem tetszett, de nekem volt olyan ilyen érvényes mondás, és hogy ott mondott egy tök volt, ami az ott is a fejemben van, hogy így mondta a Joe hogy így játszunk egy játékot, és akkor mondta a Joe Rogan, hogy persze játszunk. És azt mondta a Peterson, csak ennyit mondott neki, hogy lépj és akkor így a, a, Peterson, vagyis a Jorgen úgy volt vele, hogy így, mi az, hogy lép, tehát hogy mit lépjek, és akkor mondta a Peterson, hogy hát igen, ez a lényeg, mert hogyha a lehetőséged végtelen, és nincsenek keretek, vagy nincsenek szabályok, vagy nincs, aminek így alávesd magad, akkor nem tudsz játszani, meg nem tudsz dolgokat csinálni, érted? Tehát hogy, hogy, hogy mondja, kellenek keretek ahhoz, hogy az életnek legyen jelentése, vagy hogy legyen egy ilyen játéktér, és hogy én ezt értelmeztem először, hogy, hogy igazából itt a csávó annyi, annyi tehát a végtelen hatalmat kapott, és annyi lehetősége volt, hogy már az egésznek semmi értelme nem volt, mert bármit csinálhat, akkor onnantól nincs jelentése semminek, amit csinál. Úgyhogy én ebben kezdtem elő gondolkodni. Igen, egyébként ezt én is láttam, hogyha itt tényleg két tengely lenne, amit Ádám is behozott, meg amiről mi is beszéltünk, hogy van egy ilyen anyagi tengely, amit így kiütöttek ezek, a, ezek az emberek mm. tulajdonképpen azzal, hogy, hogy igazából ez egy ilyen cheat code, kicsit olyan, mint amikor nem tudom, egy videójátékban így Uh, valami hekket használsz, és hogy igazából így bármit megtehetsz, hogy emlékszem, hogy voltak olyan uh, WoW tört szerverek, ahol egyből a max szinten kezdted, és végtelen mm -hmm. pénzed volt, de hogy igazából így egy hét, nem, nem tudom, egy ilyen két hétig tök vicces volt ezzel játszani, de aztán így minden így vesztettem vesztette, mert hogy így Hát ugye a befektetett munka. Szóval arra gondolok, hogy ha valaki így a, az anyagi tengelyen találja a megváltást, annak nem árt, hogyha így, még így dolgozik is mellette, hogy így még értékesebb legyen a, a jutalom. Nekem nagyon tetszett a, a stékes hasonlat, hogy 10 dollárért lehet egy tök jó stéket venni, és hogy a 100 dollárért már nagyon jót lehet, de hogy igazából 1000 dollárért már nem tudsz olyan jó stéket venni, ami megérje azt a pénzt. És én azt éreztem, mintha az ember arra is rájött volna, hogy neki ez az egész anyagi tengely amúgy nem működik és hogy, mm, hogy, hogy neki én, se a sok, se a kevés nem jó, és hogy neki valójában amúgy valami más jó, én, én a, én, ja. és hogy hogy bocsi, hogy hogy nem is ez a vallási tengely, tehát nem kell nekik a guruk, vagy ilyesmi, hanem ő csak így segíteni akar másoknak, és hát ha ez majd boltoggát teszi. Én azt hiszem uh. megér, megértettem a novellát most előbb. Aha. És hogy, hogy itt arról, nem arról van szó, hogy ugye, tehát, hogy, hogy itt nem is csak az, hogy ez az, ez az anyagi tengely, hanem hogy egyszerűen a kívánság maga, az egyszerűen így mindent, Elértéktelenít. Szóval kívánhatom azt, nem tudom, hogy, hogy megtanuljak, ö, nem tudom, perfektül zongorázni, és mondjuk megtörténne. Most nem tudom, hogy mik voltak itt a kívánság limitációi, meg ilyesmi. De hogy amúgy az a, az egyetlen dolog, ami marad, az a szolgálat, amit nem lehet kívánni, hogy magától történjen, azt neked csinálni kell. Az, tehát az kívánsággal nem helyettesíthető. Nem erről van szó. Hmm. De hogy érted azt, hogy a szolgált kívánsággal nem te helyettesítesz? Te, tehát hogy, tehát hogy azt nem tudod kívánni, hogy te magad. Tehát, hogy érted, hogy mondjuk valakinek te, te magadnak kell segíteni, azt nem tudod kiváltani azzal, hogy kívánsz egy, egy másik ember, hogy segítsen annak az embernek, mert azt az érzés nem tudod kiváltani. Minden Aha. más inger az kiváltható. Nem. Hmm. Igen, valami, igen, valami ilyesmi, de igen, nekem. Ah, nem tudom, valahogy ezen gondolkodom én is, hogy, hogy igazából itt itt azzal, hogyha megcsinálod ezt a cheat kódot, és tulajdonképpen bármit meg lehet, és, és bármit kívánhatsz, akkor igazából minek kívánnál? Tehát, hogy arra gondoltam, hogy most Ákos mondta el a marháról, hogy az ezer dolláros marha az már így nem nagyon tér el, de hogy ugye ezek a luxus cikkek, ezek nem is azért vannak felárazva, mert hogy, hogy ugye nagyon, Igen. tehát hogy több értéket tartalmaznak, hanem pont az a lényeg, hogy ez már egy ilyen, mint az achievement a játékokban, hogy így én vagyok annyira gazdag, hogy megvettem az ezer dolláros marhát, ettől nem lesz nekem jobb, de hogy ez, ez egy ilyen szimbólum. De hogy igazából onnantól nem szimbólum, hogyha én csak megkívánom magamnak. Tehát, hogy maga a jelentés veszik el. Meg, meg hát valójában így nem is... Uh... Nem is lesz olyan finom, hiszen te valójában nem érdemelted ki. Szóval, hogy amikor uh -huh. én, a, én arra gondolok, bár azt gondolom, hogy amúgy vannak olyan új gazdag emberek, akiknél amúgy tökre nem igaz ez a dimenzió, és nekik biztos ugyanúgy nem új gazdag emberek, hanem akik így valahogy munkanélkül lettek így gazdagok. Hogy talán ja. nekik ugyanúgy ízlik ez a marha, ne, nem tudom, de én azt képzelem, hogy megenni egy ezer dolláros marhát úgy, hogy tudod, hogy te így nagyon sokat dolgoztál azért, hogy eljuss ide, és hogy ezt a marhát megved, az nyilván másabb, mint az, hogy igazából Valahogy is szerencséd volt, vagy nem is tudom. Mm, tehát, hogy ez, csak... ez, ez nem ezen múlik, ez egyszerűen a, a, a pénzhez, meg az értékekhez való viszonyom múlik. Szóval ugyanúgy, tehát vannak az új gazdagok, akik munkával szerezték meg a pénzt, érted? <hül> És ő nekik meg egyfolytában bizonygatni kell, hogy amúgy ők már ebbe az elit klubba tartoznak, tudod. Megveszik a, megveszik a baromidrága drága izé, autót, a jaktot, a izét, csak hogy mutassák, hogy igen, most már én is az elit része vagyok mert hogy valamit igazolni akarnak. Akkor vannak a, és akkor ezekkel szemben meg vannak azok a régi elit, aki amúgy már beleszokott a pénzt, az mondjuk az ilyen, nem tudom, angol királyi család, akik meg ebből a szempontból így tudják kezelni ezt a fajta pénzt, érted? De és mind a kettőnek meg, meg van a kifordítóság, és szerintem nem lehet ebből a szempontból így általánosítani, mert akkor van az a, az a új gazdag, aki meg ahogy megszerezte a pénzt, ezért tudja értékelni, meg van az a, nem tudom, ö, régi elit, akire megint csak ráesett a pénz az előző generációról, meg elszólja. Szóval szerintem így ennek mind az egyik oldala és az ellentetje is igaz. <tos> <tos> Igen, meg itt, itt, az is érdekes, hogy, hogy a szubjektív érték, tehát hogy ha mondjuk én nagyon megdolgozom azért a marháért, amit ezer dollárba kerül, és én tényleg félretettem és spóroltam, és megvan az ezer dollár, és és, 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 így egyszer van ezer dollárom, és így erre költem el, nem biztos, hogy amúgy annyira fog ízleni a marha, mert lehet úgy, lesz, úgy leszek vele, hogy amúgy, na basszus, talán, talán többet is, vagy jobbat is vettem volna. Még mondjuk lehet, hogy a Jeff Bezosnak meg full az ezer dolláros marha, mert neki érted annyi van. Nem tudom. Szóval nem biztos, hogy maga a munka teremti a, a, az ízét. Aha, igen, igen. Sőt, lehet, hogy ez valószínű. pont, hogy lelep, Igen, pont, bocs, még annyi, hogy pont, hogy leleplezheti azt is, hogy, hogy amúgy erre mennyire érvénytelen volt ennyit gyűjtenem erre a Kobi marhára. Ó, uh, nekem van, van egy ilyen gyerekkori élményem, amikor így uh, ilyen nagyon-nagyon, tehát az akkori anyagi helyzetünkhöz képest ilyen óriási ráfordítással uh, így aztán Balatonfüreden egy ilyen élményfürdőben így, így ott ott lehettem, vagy hogy értitek, szóval ez egy ilyen óriási uh -huh. akvapark volt, uh -huh. és hát egy ilyen óriási csalódás is volt egyben, uh -huh. tehát hogy, uh -huh. hogy ez így kívülről ilyen nagyon jónak tűnt, így kb. szerintem egy, egy ilyen másfél óra alatt így így ezt így eluntam. És így életem egyik ilyen leg legnagyobb csalódásává vált. Szóval lehet az, hogy itt uh, itt sokféle dolog, meg de, itt, de... itt ilyen karakterisztikák vannak akkor. De tudod, aki ezt megteheti, hogy minden nap az alkaparba menjen, annak lesz mondjuk öt nap, amikor tényleg ilyen unalmas, de, de lesz az is, hogy így ú, mamma, nagyon jól éreztem magam az hát tehát egy... így, Igen, igen, meg, meg én azt képzeltem, ez az egy, az egy ilyen szakrális hely, vagy hogy mondjam. Tehát én úgy léptem aha, oda be, aha. hogy ennek most olyannak kell lennie, de hogyha valaki csak úgy tekint rá, mint nem tudom én egy ilyen egyszerű strandra, hogy így érted elmész, és így el, vagy Jaj. akkor az így nem, nem omlik magába, hogyha így másfél óra után nem érzi magát a mennyekben. Ja, ja. Na, és nekem itt, nekem, nekem, nekem az a kulcsa novellenek, hogy egy idő után minden, tehát ennek a csávónak minden. Tehát az egész, tehát tulajdonképpen a világ neki egy ilyen dolog lesz, hogy bármit kívánhat, és akkor miben legyen, mivel, mivel legyen szakrális, mivel kapcsolatban. És egy kicsit ez összefügg azzal, amit te is mondtál, Ádám, hogy ha azt kívánhatom, hogy hirtelen legyek zongora zseni, akkor hogy szakrális mondjuk a, 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 az a teljesítmény, amit az emberiség mondjuk a zongorában el tud érni. Vagy ha azt kívánhatnám, hogy nem tudom, holnap legyek én a legjobb futó, akkor, akkor hogy szakrális a, 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 sport, vagy az olimpia mondjuk, szóval, de de viszont én nem tudom amúgy, abban nem vagyok biztos, hogy olyan a, a, szolgálatot nem -e lehet megkívánni. Bent, de érted, hogy érted, azt nem tudod kívánni, hogy te legyél ö, a legjobb szolgáló, mert hogy az nem képességek kellenek, hanem tényleg egyszerűen azt kell, hogy te csináljad. Ez erre próbálok valahogy így, aha, aha. rámutatni, meg megfogni ezt a kérdést, de nehéz ezt is szavakba önteni, pont ezért is talán jó az a novella, mert hogy, uh -huh. hogy, hogy minden más dolog az egyszerűen így kívánhat, hogy legyek tényleg én a legjobb valamiben. De hogyha a, a szolgálatot önmagában nehéz így kívánni, vagy érted? Hmm. Ah, mert azt az kívánhatnád, hogy te magad, hogy le, legyen a legismertebb, nem tudom, szolgáló, de hogy amúgy nem ez a lényege a szolgálatnak, érted? Mert ott a dicsőséget kívántad, szóval valami ilyesmi. Igen, meg, de most nekem még az jutott eszembe, ami egy kicsit ilyen színikus kifordítás ennek a gondolatodnak, hogy mondjuk azt mondanám, hogy azt kívánom, hogy minden embernek legyen ugyanolyan, mint most nekem. Tehát, hogy így, érted, mindenki kapjon meg mindent. De, hogy valójában ezzel sem szolgáltam, hanem mindenkinek elbasztam az életét, mert hogy, mert hogy onnantól senki nem fog tudni. Hát lényegében rá. nem ugye, most a mégis a csából ez fogja csinálni. Nem? No, de, no, de látod én ezért nem értem a Novella végét, mert hogy vagy valójában ez a csávó nem fog segíteni ezeknek az embereknek, hiszen ő maga megtapasztalta, hogy ez nem. Ez nem segítség. Vagy hát, lehet, hogy úgy segítség, hogy ez egy fázis, hogy eljussanak oh. arra a szintre, mint ő, és hogy rájöjjenek a szolgálatra, vagy valami ilyesmi. Aha. Uh, én teljesen félreértettem ezt a novellát jó ég, mert nekem azt jelentette a vége, de akkor ez most lehet, hogy ö, hogy, ö, hogy igazából ők ilyen angyalok, akik ugye csinálják ezeket a kívánságokat, uh -huh. és hogy ez most egy ilyen purgatóriumi helyzet volt. Hát igen. Hát, és és hogy, hogy ezáltal ő így meg, megváltást nyert? Igen. De hogy ez. Igen, de, de igen, ez a, ez a analógiája a történet. Ja, ja, igen, igen, igen. De hogy vagy nekem így, így nem volt így az előttem, hogy ő így ezek után segíteni fog másoknak, hanem ja, ez igazából de hát, csak hogy egy is, ilyen teszt volt. De ő is angyal lesz, akkor ezután, nem, vagy én így értem. Igen. Igen, igazából lehet, lehet, igen, igen. Csak igen. arra gondolok hogy ez a módszer arra meg jó, hogy így mondjuk berakni valakit egy szimulációba, és akkor itt van végtelen lehetőség, és hogyha nem válik, nem tudom diktátorrá vagy pszichopatával, akkor így átment a teszten. Fú, aha, ja, értem. Vagy, mert hogy arra gondolok, hogyha, hogyha mondjuk, hogy így, ha valakitől elveszel mindent, vagy megadsz neki mindent, akkor biztosan meglátod az igazi arcát, hogy így... Hát, aj, oh, de hát ez, ez egy ősi dolog, ez az ősi vita, vagy nem is tudom, hogy vita, de, de az időúra kapcsán erről beszélgettünk, hogy hát nem tudom, hogy... Ben... Én, én ebben nem hittem, ezt emlékszem, szóval így... <laughs> Igen. És eddig én se, de... Nem oh, De én ott nem hittél ebben a kérdésben, hogy így előbb-utóbb Megvilágosodása vége a végtelen idő, Milyen? Ja, abból én nem erre gondoltam. Én az, abban nem hiszek, hogy mondjuk. Tehát, hogy, hogy az az igazi hogy... arcod? Hát igen, tehát, hogy ott mindenki mondjuk, mindenkinek lesz az ideórokban egy olyan fázis, amikor kiírt mindenkit az ideórokban, mert mm. kipróbálja. Nem? Vagy. Vagy, Vagy igen, nem... Igen. Hát lehet, hogy mondjuk az angyalok... Hát, hogy az igazi ar... <coughs> Igen, hogy az angyalok azt nézik, hogy ki az, aki nem írt ki mindenkit, és ő kerül be a. Van ilyen? <coughs> hát jó kérdés. Ezt biztosan az angyalok tudnák megmondani. Hát. De most itt azt mondom, ebben a novellában ez történik, hogy itt azt nézik. Én, én valahogy ezt úgy értelmeztem, hogy ez egy ilyen szimuláció helyzet, hogy, hogy mondjuk így a csávó így meghalt, vagy nem tudom, és akkor így, így lefuttatnak az angyalok egy ilyen szimulációt, hogy megadnak neki mindent, és hogy ez nem történt meg a valóságban ezek a kívánságok, csak így úgy van beállítva. Uh -huh. jó, és hogy így, de... hogy így figyelték azt, hogy milyen emberré válik, és úgy, hogy így nem tudom, nem ölt meg senkit, meg jobban mondjuk így hát így alkalmazott embereket, de hogy így nem, nem vált egy ilyen gonosz emberré, ezért ő így megváltást nyert, és hogy szerintem úgy kevesen élnék a... ilyen szerényen ezt a kívánságos életet, vagy hogy mondjam. Ezt, ezt, ezt nem éreztem egy próbatételnek, én inkább azt éreztem, hogy ez egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen út, amin hogyha végigvezetnek, akkor így, így megvilágosodsz, vagy valami ilyesmi. Vagy, mint hogy ezt akartam volna üzenni a, a novella, bár mondjuk Há, erre van egy ilyen, az... egy, ilyen, egy, ilyen, egy ilyen reflektálás is, szóval lehet, hogy aztán mégse. Én, én ez az, az, te... nekem az is érdekes, hogy amúgy hogy ez nincs mindenkinek felajálva. Tehát, hogy nekem ez is erre tett, szóval, hogy, hogy ez az egész ilyen meg, megváltás dolog, hogy, hogy bár mindenkinek felajánlják ezt a lehetőséget, de mivel sokan azt mondják rá, hogy mese és nem lehet, alapból kevesen vannak, akik élnek ezzel. Érted, uh -huh. és hogy, hogy így folyamatosan is szűkül a kör, hogy ki jut be a mennyországba. Hmm. de ezt hát, nem csak egy ilyen plusz értelmezés, vagy hogy így megáll ennélkül a szöveg abszolút. Ja, azt hiszem ez így már egy másik, mert ez így már más kérdés, amit így most felteszel, hogy mondjuk ha oda jönne hozzám valaki, hogy van három kívánságom, és hogy én ennek hinnél kell, ez egy másik kérdés, szerintem ez talán nem a novella gondolata, de, de hogy mégis igen, <laughs> tehát erre is lehet gondolni. És tudom. hinnél neki Alex? Hát bazza, de hát én, nem. Valószínűleg Attól függ, nem. hogy milyen a nem? Ú, uh, te, ez kemény, de nem, nem, tehát én valószínűleg nem, hát amúgy nem tudom, mert amúgy, na most megfogtál, mert amúgy én sose gondoltam volna, hogy valaha, nem tudom, olyan könyvet fogok elolvasni, amiben a csillagokról <laughs> van szó. És azt mégis megtettem. Érdekes. Ne, nem tudom, én, én egyébként nemrég nem meséltem egy hasonló mesét az óviban, ahova járok mesélni. Ott a, van a Három Kívánság nevű népmese, nem tudom, hogy ismeritek-e, Ö, ott, ott, így a, a, feleség nem hisz a kívánságban, és azt kívánja, hogy, hogy ereszkedjen le egy kolbász, egy óriási kolbász a kéményből, hogy meg tudják hmm. enni, mert nagyon szegények. És ott ugye csak három kívánság van, és tényleg leereszkedik a kolbász, és nagyon megörülnek, és ebben a nagy örömködésben a férfi beleborítja a kolbászt a tűzbe. És az asszony mérgében azt mondja, hogy így nő, nőne a kolbász az orrodra, hmm. és ránő az orrára, és akkor ugye a harmadik kívánság, hát ez egy nagy vita után így az lesz, hogy akkor essen le az kolbásza az óráról, hogy lehet, hogy le lehet tesztelni ezt, ezt csak azért mondom, hogy így kívánsz valami apróságot, ami, ami ennek amúgy ilyen minimális súlya van, mondjuk nem tudom, egy dedikált filmposztert valakitől, és ez egyszerűen csak megérkezik. Vá, egy, nem érném Jó, hogy nem, szerintem az reális, is én is elkezdém tesztelgetni, de, de nem tudom, itt az a fura, hogy itt ez, Szóval igen, itt, itt, amúgy gonoszság van, mert hogy utána meg, utána meg akkor azt mondják, hogy ne jó, akkor még 15 kívánság, meg még 20 kívánság, és hogy innentől már ez egy, ez egy ilyen csapda, egy <laughs> igazából te a kívánságok csapdájába kerülsz, és amúgy én nem vagyok abban biztos, hogy ez a csávó megvilágosodott, mert hogy valójában nem tudom, én valahol ezt is értettem, hogy tudjátok, a, a butha története az ez, hogy ő, ő világ nagy gazdagságban van, ő a király fia, ő ott a herceg, meg minden, de hogy annyira unatkozik ebben, hogy fogja és kimegy kimegy a fához, leül és, és egyszerűen étlen-étlen uh, tölti a napjait, csak hogy megvilágos vagy hát hogy, hogy lemondjon I ezekről I a dolgokról de hogy ebben a történetben viszont ez sem működik, mert ebben a történetben mondja, hogy akkor most mit butháskodsz de hát, de hát mit butkál, mit, but, mit butháskodsz uh, hogyha úgy sem fog sikerülni, mert hát érted, tehát hogy, hogy bármikor van megint 15 kívánságod, és akkor erre a csávónak végül is nem az a válasza, hogy lemondás, hanem nagyon, jó, akkor, akkor menjünk Ebbe a orsz, vagy hát igen, hogy akkor én is, én is ilyen kívánásság teljesítő leszek, de ez nem taj megvilágosodása, vagy csak, vagy csak kikerüli a problémát, vagy nem tudom. tudom nekem ez, ez kicsit tény, tényleg ebbe a keresztény világhoz húz inkább, hogy itt nem nem kell ilyen nagy megvilágosodást csinálni, hanem csak így valahogy át kell menni ezen a hmm. ezen a kapun. Igen, de, de és de hogy úgy, meg... ugye lemond mindenről, így könnyebb átmenni ezen a kapun. Nem tudod, ott is olyan kiégett az ember, szóval én nem, nem tudom. Igen. Ja, ezt mondjuk én is, amikor be akart lépni közéjük, én nem éreztem a, azt a Teréz anyai lelkesedést. Igen, no, ez, ez, igen, hanem, ezt akarom, hogy, én. hogy igazából hogy ez az egyetlen egy dolog maradt, amit még nem csináltam az életben. Hogy, hogy Ilyen, is te... másoknak, és próbáljuk ki, és akkor így vinar. De ez nem a megvilágosodás, nem, amikor már így ki van az egész szalapaszod, és így azt mondod, hogy jó. Akkor most már hagyjuk ezt az egészet. leszek hát Igen, ilyen. igen. hogyha a nekem is a... lenne. Vagy nekem ez a magasztosság hiányzik valahogy, így az egész mögül. Hát, ja, ja. lehet, hogy ez következik. Nem nagyon ismerem ő az élet élettörténetét, vagy az ízét, csak annyit kerestem rá, hogy ő általában ilyen szatirikus skifit írt. Úgyhogy lehet, hogy Sávú, ilyen nagyon cinikus az emberekkel szemben, vagy nem tudom. Van egy ilyen érzésem. Mm -hmm. Lehet, lehet ebben egy ilyen él egyébként. Már ez az egész ilyen kívánság, mennyországgal egy ilyen kritika, vagy ilyen, ilyen pátosztalanítás, vagy nem is tudom. Hát ja. Bárhogy, igen, arra gondolok, hogy az, az ember is ilyen közepesen volt jó ember, vagy hogy mondjam. Tehát hogy a kívánságai alapján azért nem mondanám ilyen nagyon-nagyon jónak, de hogy egy ilyen okés embernek. Igen, meg tényleg ő nem, tehát a végén nem azt mondja, hogy na, akkor, akkor én is veletek leszek, és akkor én is nagy segítő leszek, és lemondok, meg nem tudom, hanem igazából így a szájába kell adni, hogy ő azt mondja, hogy hát akkor belépek, és akkor, de miért akarsz belépni? Hát belépnék. Jó, segíteni akarsz az emberek? Hát belépnék. Lemondasz minden vagy hát most mit csináljak? Lemondok. Tehát, hogy érted, hogy nem, nem, úgy, nem, nem, egy ilyen áldozatot hoz a csávó, hanem, hanem, hanem így csak úgy bemegy. Hát fura, fura, nekem ez a dolog. Tényleg lehet, hogy azon gondolkodom, hogy lehet, hogy amúgy csak nincsen jól megírva, vagy ez, ez, így lehet ilyen probléma. Hát szerintem lehet olyat mondani, hogy, hogy vagy nekem én azt mondanám, hogy, a, hogy az utolsó, ha nem tudom, tizede a történetnek, ami már erről az altruizmus kereszténység vallásos szárról fut, az kicsit így elütt attól, ameddig haladt a vagy hogy mondjam, tehát egy nagy kitérő, vagy így, nem tudom, hogy értitek ezt, hogy van, van, egy ilyen cselekmény szál, amin így haladunk, és aztán meg hogy teljesen más fronton érkezik a megoldás. De, de mi van, hogy pont ez a négy, hogy ez nem is az altruizmusról szól a végén, tehát ne, nem, tehát hogy ez az egész csak egy, az egész, az egész egy ilyen cinikus gondolat arról, hogy így, ha mindent odaadsz az embernek, akkor se lesz, és hogyha mindenről nem mond, akkor se lesz. Tehát, hogy nincs jelentés valójában nincs, nincs, nincs hova hmm. megvilágos, megvilágosodni. Uh -huh. Én ezen gondolkodtam, hogy, hogy én azt gondoltam, hogy ez egy ember egy olyan arc, akinek a világ összes kívánsága sem elég. Tehát kicsit, mint az Enkántónak a nagymamája, akinek uh -huh. így lehet akárhány csoda a családban, mindig, mindig aggódni fog és elégedetlen lesz, de aztán hogy a történet nem ide futott ki, mert aztán arra is gondoltam, hogy így basszus, egy ezer dollárosték biztos finom. Tehát nem lehet, hogy veled van a baj, hogy te ezt így nem tudod élvezni de aztán valahogy a történet szerintem egy kicsit elkezd nem erről szólni, azt hiszem. Meg ami nekem furra tényleg, hogy, hogy ugye őre így rátukmálják ezeket a kívánságokat, szóval amúgy, mint hogy itt egy ilyen, tényleg egy ilyen, egy ilyen misszió lenne az, hogy őt így megtérítsék. De közben meg a végén az a megtérés, az olyan nem őszinte, vagy ilyen, hát így nem maradt más. De nekem, nem, de nekem tényleg nem a megtérülés. Én, én nekem az elején én olyan érzésem volt, hogy itt most valaki be akarja bizonyítani, hogy igazából itt, itt, itt az ember az egy, az, 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 hogy is mondjam, semmi. Tehát nem, nem vagy, nincs több annál, mint hogy itt hogy kívánsz dolgokat, és hogyha meg eléred őket, akkor meg igazából nem vagy velük boldog, és hogy igazából így nem, nem, nem vagy, nem, nem tudsz boldog lenni. De, de, de valamit akkor mondjunk majd a végéről, mert mert számomra ez még akkor nem állt össze. Mert akkor én elve, elvetném akkor a saját megoldásomat ezzel kapcsolatban, mert, mert az a fajta ilyen, hogy mondjam, tényleg magasztosság az úgy hiányzott belőle. Hát nekem tényleg az, én nekem ez a végkicsengés, hogy, hogy, hogy semminek semmi értelme. Még annak se, hogy, hogy, te magad ilyen angyal lehetsz, még a túlvilágnak sincs úgymond semmi értelme nekem ez a vége, de lehet, hogy nektek más. Vagy... Mm, igen, én, én, nekem ugye az volt az eredeti, hogy hogyha így végtelen lehetőséged van, és, és hogy mondjuk egy ilyen középszinten meg, meg tudsz állni, vagy, vagy így nem okozol nagy kárt, akkor már az így elegendő ahhoz, hogy így egy ilyen meg, megváltást nyerj el. És arra gondoltam, hogy ez így lehet sokféleképpen értelmezni, mert úgy is, hogyha mondjuk nem tudom, ilyen jó lehetőségekkel születsz, és nem tudom, nem, nem alkotsz valami baromi nagyot, csak így, így meg, megtartod a szintet, és nem válsz rossz emberré, már az is így elég ahhoz, hogy így ö, ezt a játékot. De, de van ebben egy ilyen cinikus él is egyébként, szóval ezt is látom. Kicsit furcsa így ez a vége, azt hiszem, nehéz megfogni. Nekem még amik közben eszembe jutott, még egy dolgot akartam így bemondani, hogy csak annyi, hogy, hogy egy kicsit olyan érzésem is volt ettől az ügynök volt, hogy tudjátok, legtöbbször pont az van, hogy hogy mindig az ügynök kér tőled, és akkor nem tudom, így írja ezt alá, na és akkor küldjön 50 ezeret, na és akkor de amikor a néniket így mondjuk becsapják az, az ilyen telefonos emberek, de hogy itt meg pont fordítva, hogy itt meg azzal vernek át, hogy mi adunk még többet, és még többet, és még többet, és még annál is többet adunk, és nem kérünk, hanem adunk, és hogy valahol nekem az író azt mondja, hogy valójában a, a, az adás is egy ugyanolyan ugyanolyan rossz, rossz, lehet végül az embernek, hogyha túl sokat kap. Így akár ilyen metafizikailag is, hogyha mindent megkap, akkor már semmi értelme nem lesz az életének. Tehát, hogy akkor az elárasztás az ilyen értelmen egy rossz dolog, és akkor ebből valahogy ki kell szakadni. Hát ja, de valójában már nem tudsz kiszakadni, mert hogyha megkaptál mindent, akkor onnantól meg már a, tehát érted, a lemondás sem játszik. Tehát, hogy onnantól te élhetsz úgy, mint egy szegény, de már valójában mindent megkaptál, és már nem lesz a Igen, igen, igen. Az, az az első kívánság, tehát ahogy a hifi bekerül, az már kicsit ilyen halállistás pillanat, hogy igazából az egész igen, ilyen koordinátorendszerből így kizuhantál. Yes. És hogy amúgy csak az vár rád, amire Lightra is várta a Death Note végén, hogy a semmiben lebegjen, vagy ilyen, ilyen halálisten legyen, mint a Ryuk, vagy hogy mondjam. Ja. Én Igen, érdekesen egy ilyen fordított ügynöki működés van, mert ugye mindig az ilyen házaló ügynökökről, igen. Meg, meg ilyen telesoppos ügynökökről gondoljuk azt, hogy mindegyes telefonhívással amúgy eladnak egy darabot a lelkükből is. Mert itt amúgy pont fordítva van, hogy azok, azoknak a lelke kerül így szépen lassan így felszalámizásra, akik neki így eladják a kívánságokat. Szóval hogy nagyon érdekesen kíváncsi csavar az a dolog. És uh -huh. így kiüresednek, és a ember lesz az ügynök. Aki, hát, aki amúgy fura módon, mert ugye azt mondják, hogy ők boldognak tűnnek, minden egyes kívánság teljesítése, mint hogy visszavenne valamit a lelkéből. Nagyon fura, de, de közben meg ezt nem érzem, hogy indokoltnak, miközben emberek életét teszik tönkre. Nagyon fura. Hát, igen, ez érdekes, mert amúgy most, hogy ezt így, így kimondtad, tökre tetszett, ahogy így összefoglaltad, hogy erről most az is eszembe jutott, hogy ez lehet egy ilyen történelmi kritika is, nem tudom, Steven Pinkernek volt ez a könyve, hogy felvilágosodás most, és abban így csomó olyan ábra van, hogy a felvilágosodás óta az embernek iszonyat, tehát, hogy, hogy nagyon magas lett az, hogy mennyit élünk, nagyon sok lehetősége van, az emberek hatványozatan annyit utaznak, annyit fogyasztanak, annyit kapnak, kevesebb az éjség, már mint nyilván az első világban. És hogy valahol ez egy ilyen történeti kritika is, nem? Akkor, hogy hogy azáltal, hogy többet kapunk, és több lehetőségünk van, valójában hát nem, nem, lesz jobb, vagy így talán a lelkünknek nem lesz jobb, és szerintem ez, ez így nagyon megfigyeltő talán a, az új generációkon, de nem akarok túl boomernek tűnni, de szerintem még magunkat, is besorolunk, hogy magunkat is besorolom, hogy rohadt sok lehetőségünk van, de nem, nem feltétlenül ezzel azonos a boldogság érzetünk, nem? Vagy Hát igen, igen, meg szerint, inkább nálunk már ilyen mentális akadályok vannak, amit talán ennél a is hát volt, hogy így a, nem, nem tudom, én nagyon elkezdte így elveszíteni. Kicsit ilyen, de, mintha, mintha ilyen depresszív lenne amúgy a végén, de ez már nagyon a pszichologizálás. Uh -huh. Tehát, hogy onnantól kezdve, hogy a, abban az ilyen római lakásától van a beszélő, és elkezd beszélni, az nagyon ilyen, így a, az maga az írásnak a tónusa is ilyen nagyon semmilyen, mint hát, hogyha egy ilyen, ilyen, depressziós ember írná le, hogy hogy van. Az előzött, igen, hogy, hogy amit most Alex megpendítettél, az most így nagyon egy ilyen, egy ilyen, általános életérzés amúgy bennem, de amúgy lehet, hogy ez majd visszajönne Ákos novellájánál is, vagy nem, nem Ákos novellája, basszus. Szóval ez a, visszajönne majd a harmadik novellánknál is, ami, ami valahol ez a túl sok lehetőségünk van, de nem tudjuk őket megélni. Szóval inkább nekem pont az a bajom, hogy a meg nem ért lehetőségek okozzák bennem most a problémát. Mm -hmm. Szóval azt látom, hogy jaj, ezt is de jó lenne csinálni, meg ezt is de jó lenne csinálni, meg am azt is de jó lenne csinálni, de az embernek ugyanúgy 24 órája van, és egyszerűen így dönteni kell. Aha, aha, de, de egyébként aha. ez érdekes, ez most kicsit ilyen személyes vonal lesz, de hogy hogy. Ádám, neked volt mostanában egy olyan helyzet, amikor viszont ilyen tök sok időd volt. Igen. El emlékszel? Még? Igen. <laughs> Igen, Igen, hogy volt, voltak ilyen idők, de hogy, 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 ott pedig akkor arról beszéltünk, hogy, hogy az is nehéz amúgy. Tehát, Igen, hogy az is nehéz. Két hogyha 24 ha hát van, akkor elfolysz. Ha túl sokkal korlát meg a keret, akkor hát nyilván így Igen, most azt kevésből is van sok. gazdálkodni, és az, az a kettő közti aranyállapot van egy szabad hát, délutánod, vagy nem tudom, azok így. ilyen, ilyen jó dolgok. Hát Florian most már csak az ókorban is megmondták az arany közé. igen, igen. De, igen. de hogy így, érted, ilyenkor viszont egy, van egy ilyen listázás is, hogy kialakul egy ilyen listázás azok között a dolgok között, amit mondjuk így, így szeretsz csinálni. Itt már, tehát egy, do, egy darabig azokat a dolgokat engeded el, amik amúgy egy oké okay dolog, így szeretszerű foglalat, de nem tartod annyira fontosnak. Szóval valahol ez egy ilyen szűrő is a fontossági skáládon. Aha. Szóval végén ezért van az, hogy főleg amikor az ember amúgy gyereket vállal, akkor utána azok a, a család kerül nyilvánvalóan az első számú helyre, és akkor rengeteg más dolog így szépen kiesik, és hogy így valahogy egy ilyen érvényességi szűrő is ebben az Igen. egészben, de... Nagyon jól mondott, bár bocs, csak erre rácsatlakoznék, mert hogy szerintem pont ez a lényeg, hogy ez ad jelentést a dolgoknak. Tehát azáltal, mondjuk, figyelj, azáltal lesz személyiségem, hogy én kiválasztottam azt a két, három, négy, öt dolgot, amivel én, amivel én tényleg rá akarom szállni az időmet. Tehát, hogy ez alakítja utána mondjuk a személyiségedet, vagy azt, hogy mi, mi a jelentése az életednek, vagy hogy te mit akarsz csinálni. És szerintem pont ez a, a, lényeg, hogy ennek a csávónak ezt veszik el, nem? Hogy, hogy érted, ha mindent megcsinálod, akkor egyrészt nem lesz. Nem lesz tehát nem lesz személyiséged, nem, lesz, nem lesznek preferenciáid, nem lesz jelentése a dolgoknak, nem lesz értékre, nem lesz szűrő. Tehát ez lesz az érvény igen, 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 tehát ez, ez, amiről Ákos is itt beszélt, hogy amikor túl sok igen. időd van szétfolyik. De, de közben meg van az, amikor, és most én ezt érzem, hogy nyilván ez most egy ilyen személyes oldal ennek a kérdésnek, hogy így hogy nagyon-nagyon a személyiségem immanens részét képező dolgok viaskodnak egymással, aha, amik, aha. amik között így nagyon-nagyon így nehéz választani, szóval. sőt, az a helyzet, hogy egyáltalán nem akarok választani közöttünk. Igen, igen. Ne, ah, nekem, ja. nekem az az a, erre az analógiám, vagy én már egy jó ideje úgy érzem, hogy egy ilyen léghajó az élet, de lehet, ezt már mondtam a podcastben is, igen. ahol így ilyen homokzsákok vannak, és egyre magasabbra kell emelkedned, mert egyre magasodnak a falak vagy a hegyek, amiket át kell repülni, és hogy el kell engedni homokzsákokat, hogy így, így magasabbra tudj repülni és, és eleinte nyilván jönnek a tengedszel, amiket hát amúgy így jó, nyilván elhoztad magaddal, de hogy azért ilyen elengedhető dolgok, és amikor már csak ilyen öt homogzsák van, és mi, mind az öt, értem, a lelked az így benne van ezekben a homogzsákokban, nagyon nehéz ezeket kioldani, meg szerintem... Ilyenkor... Hadd had keretezzem át egy kicsit ezt a történetet. Az a helyzet, hogy szerintem ez, egy jó, jó analógia, de az a helyzet, hogy már a homogzsákok elfogytak, és igazából még mindig fölfelé kéne menni, és a, a balékhajóban nem csak te vagy, hanem ott van a is meg a, bar a legjobb barátod is, és, és van, amikor már őt kell kidobni, hogy fölfele menjél. Pff, ó, és igen, ez igen. a durva. Szóval így, hogy így még nem a homogzsákokról van már ne csomós szó, szó, hanem arról van szó, hogy basszus ilyen nagyon-nagyon fontos emberi kapcsolataidat így hogyan kezeljed. Igen, meg, meg hmm. hát itt, itt szerintem az is egy nagy vívódás, hogy most akkor így jól döntöttél-e, amikor, amikor felemelkedtél, és valaki kizuhant, vagy egy homokzsák lement, hogy lement. Így... Igen, szóval hogy hát ezek nehéz dolgok. De, és, de, és de, ez az, az ember. És, és, és ez az a durva érted, hogy közben, amit legszívesebben kidobnál, mondjuk az a, az a munkád, érted? Egy ilyen gázpalac, de azt meg mindent kell magaddal, mert a meg egyáltalán nem mozdulná meg. Igen. Hmm. Hát ez nagyon kell. de hogy még így Ér meg jó. egy versében, Ákos. <laughs> abszolút, abszolút, de még a novella szerint ez még így is jobb, mint, mint egy ilyen sugármeghajtású léghajó, hová akármivel elmehet. Abszolút. Mert hogy igen. a végén a léghajóban marad majd egy-két dolog, és az a durva, hogy csak egy-kettő. Bár arra gondolok, hogy amúgy ilyen 40-50 éves kor között biztos, hogy így beengedhetsz majd újra embereket a léghajóban, meg így másokat. Ó, ér. hát igen, ez ez a kapuzárási pánikkor az, az jelenik meg, hogy hirtelen. A gyerek, a gyerek önmagától kiugrott a léghajótól. Igen, igen. igen dolgok így egyszer csak már nincsenek, és most már le kell éretten. súlyozni, érted? Tehát itt elkezdesz e emelkedni, és úristen, a, a régi homokzsákokat, vegyük elő a motort, meg a, meg a igeneket, igen. meg nem tudom, és akkor így vissza. Ú, uh, ez nagyon jó, pesszus, igen, mert hogy valójában ez egy hegy, nem is falak, hanem egy hegy, és a végén a hegyen átbuksz, és majd középkorodban meg újra vissza kell pakolnod ezeket a súlyokat. Ah, de nyomorúságos. <laughs> Hát szóval igen, lesz. Úgy, úgy kéne élnünk az életet, mint a Benjamin Button életében, fordítva. Sok ja. jobb <laughs> Kemény, de miért gondoltad, hogy jobb lenne? Hát nem tudom, hogy az életednek az ilyen ö, elenyészet korszakaiban csak így, így, így dolgozol, és utána így lenne időd így azokra mm. a dolgokra, így amikor így egészséges meg fiatal vagy, amiket is szeretsz. Jaj, így érted, igen. Hát... Na, Figyelj, de úgy pont ez, de, de szerintem amúgy ilyen e, a végül is szép a novella, mert hogy pont ezt mondja végül is, hogy, hogy van annak szépsége, hogy nem lehet minden a tiéd, és hogy a legszebb éveidben áldozatokat kell hoznod, és hogy ettől jelentésteli lesz a világ, és jobb lesz neked. Én legalábbis így akarom érteni. <laughs> szerintem ezzel, ezzel így zárhatjuk is, szerintem az is szép gazdolató. Jó, és akkor köszönjük szépen még egyszer Laci-nak, hogy elküldte nekünk ezt a novellát. Szerintem tanulságos volt nekünk, és reméljük, hogy a beszélgetésből ti igen, igen. Bocsánat, még egy, egy dolog. Most meg megszakítottam a lezárást. Csak hogy egy, Jó, egy percet szálljunk arra, hogy Laci mennyire menő, mert hogy ez a novella angolul jelent meg, még ugye ezt el is mondja, hogy 97-ben, és hogy ő ezt lefordította, és kiadta 2003-ban egy, egy, magazinban, ahol uh, skifi novellákat közöltek majd egy folyóiratban. Ez halálvagány dolog, szóval tartiszkáló, Laci, ha hallatsz minket, menő vagy. Ezt, ezt, ezt mindenképpen el kell ismerni, vagy ki kell jelenteni. És hogyha így, a szóval... nem tudom, így gondolod, akkor így írt meg, hogy így neked így mit jelent ez a novella, vagy így a vége, mert így kíváncsiak vagyunk, vagy én legalábbis biztosan. Ó, igen, igen, én is várnám. Sőt, hogy ha, ha, ha nem várnátok, akkor ezt kommentbe írott, szerintem aztok sokaknak érdekes lehet. Vagy hogy én talán arra is kentsenek, hogy miért ajánlottad, vagy miért pont ezt, de lehet, hogy ennek is van valami oka, vagy csak egyszerűen nagyon szereted a novellát, hiszen le, le is fordítottad. Lehet ez is. De minden esetre nagyon köszönjük még egyszer tényleg, és akkor újra, á, újra keretezem, a, újra elindítom a spell, tudjátok, mint a No Way hogy így újra meg kell csinálni a karikákat, és akkor köszönjük szépen, hogy, hogy, hogy nekünk ezt a, ezt a novellát, és, és, és reméljük, hogy akkor a, a hallgatóságnak is ez így tetszett, és ti is, hogyha bárki hallgató így rezonált valamivel, vagy valamit másképp értett, akkor akkor írjatok nyugodtan. És akkor mi pedig uh, legközelebb jelentkezünk a következő novellával, amit uh, egy malacsonka nevű hallgatónk küldött a számunkra. Úgyhogy akkor majd uh, találkozunk. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok!